A speedzone.hu kupával elrajtolt az autós gyorsasági bajnokság. A hagyományokhoz hűen a Hungaroringen tartották a szezonnyitót, és bizony, ha a hétvége két nappal korábbra esett volna, nagy gondban lettek volna a szervezők. Akkor ugyanis még 10 centi hó állt a magyaródi pálya aszfaltcsikján. A kétnapos verseny egyben a közép-európai zónabajnokság első és második fordulója is volt, így szép számmal érkeztek csapatok Csehországból, Szlovákiából és Ausztriából. Egy 17 éves fiatalember szállította a nagy túrautós mezőny meglepetését. Jedlócki Márk a Zengő Motorsport Seatjával indult, és a kategóriában a legjobb teljesítményt nyújtotta. Tegnap ültem először az autóba, és hatalmas élmény. Nem tudom szavakban mondani, hogy milyen élmény vezetni. Kedden még tudtam teszteni egy régebbi autót, és Zoli segített nekem belülültetni egy TCR-es autóba, ami szombat reggel jött, vagyis péntek reggel. Feltűnt a mezőnyben egy vadonatúj Alfa is. Király Richard az elmúlt évben már kipróbált egy 156-ost, de ahogy fogalmazott, ég és föld a különbség a két Alfa között. Az 1,8 literes turbos, TCR szabályok szerint épült kocsival a kategória második helyén ért célba. És ha már TCR, ebbe a nemzetközi sorozatba készült György Anett, aki bár rutinosnak mondhatja magát, a Lotus után a Leon teljesen más világ. Az első hétvége csak a tesztelésről szólt. Ugyancsak egy Seattal indult Tóth Csaba, aki tavaly szintén egy spanyol versenygéppel, de egy korábbi konstrukcióval versenyzett. Ő Valtár Csabával vívott a kategória harmadik helyért, amit végül a BMW-s pilóta másfél másodperc előnnyel elhalászott előle. Érződik ezen az autón, hogy vadonatúj? Igen, érződik az autón. Ez egy bajnok autó lesz. Csak fel kell nőni hozzá. Minden új volt, nagyon új, nagyon sok mindenre kell figyelni, és nagyon nehéz volt az elején. Keveset tudtam menni vele, de most már úgy kezdem érezni. Nagyon megszoktam az autót, bőven van még mit javítani, de egyre jobban kezdem élvezni, és már úgy érzem, hogy egyre jobb köridőket is tudtam menni, úgyhogy nagyon élvezem az egész versenyt. Túl nagy elvárásom nem volt. Egy egész jó tempót tudtam menni a saját lehetőségeimhez, illetve az autóhoz képest. Az összes köröm 5 tizeden belül volt, ami szerintem nem rossz. Teljesen újra meg kell tanulni ezt az autót. A másikra is alig volt időm, hogy megtanulja, meg beleszokjak, de hát ez egy fantasztikus autó. Tehát számomra ez nagyon új, úgyhogy meg kellett szokni. Rendkívül gyors az autó, nagyon fordulékony, úgyhogy szuper jó.